Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévő vendéget. Nem tudom, hogy rajtam kívül emlékszik-e más még a Kisfakon nadrágja című mesére. Azt hiszem, a klasszikusok közé tartozik, ahol is a kisfakon megálmodja magának a kékzsebes nadrágját, hogy a csodálatos föld alatt gyűjtött kincseit belerejthesse. Hát valahogy mi is így voltunk ezzel a vállal, hogy mint ahogy kisfakonnak segítettek a társai, mi is összefogtunk, és hát volt, aki tervezte a meghívót, volt, aki kinyomtatta. Voltak, akik süteményt sütöttek, tombolát gyűjtöttek, a barátaikat hívták meg, támogatóiket vásároltak, illetve segítettek a produkciók elkészítésében, a gyerekek felkészítésében. És hát elérkezett az este, amikorra is kész lett ez a nadrág, a mi bálunk, és most már csak egy dolgunk van, hogy a finom vacsorát megegyük, örüljünk a gyerekeink műsorának, a finom süteményeket kóstolgassuk, amikből nem csak ennyi van, amit itt látunk, hanem majd a gitárok helyére is kerülnek természetesen, illetve a rengeteg tombolát megnyerjük majd éjfélkor. Úgyhogy én kívánok most mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai estére, és átadnám a szót az iskola igazgatójának, Lauter Juditnak. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, pedagógusokat, szülőket és minden szereplőt. Szeretném megköszönni, hogy az idő rövidsége ellenére is ilyen sokan eljöttek, és nagyon örülök, hogy egy újabb lehetőséget találtunk arra, hogy fölvegyük a kapcsolatot egymással. Az eddigiekben azt tapasztaltam, hogy a szülőkre nagyon is lehet számítani, és szeretném ezúton is megköszönni azt a sok segítséget, amit eddig is adtak az iskolának. Például az őszi szünetben a második osztályosok termét a szülők segítségével újították fel a parkettát, illetve negyedik osztályosoknál negyedik osztályos szülők segítettek a laminált padlót letenni az egyik teremben, és egyáltalán bármire is van szükségünk, mindig számíthatunk a szülőkre. Szeretném, hogy ez a továbbiakban is folytatódjon, és egy jó kapcsolat alakuljon ki közöttünk, mert szükségünk van egymásra. Szeretném megköszönni Fagó Kantiéknak, hogy ilyen szép körülményeket teremtettek, fogadtak bennünket, a Sváb Parti zenekarnak, hogy szolgáltatják a zenét, és a kedves szereplőknek is, hogy műsorral készültek, valamint szeretném megköszönni a szülői munkaközösségnek, hogy ennyire sokat sürgött, és ilyen jól létrehozták ezt a bált. És már csak annyi maradt hátra, hogy mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Senki, ha magamtól jött remény, we'll be right back.
felnőkért vagyunk.